Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió hétfő esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! 18 térségi település polgármestere támogatja Lázár Jánost. Az elmúlt 4 év makói eredményei 19 oldalon. Megkezdték a rendelést a felújított újvárosi rendelőben. Földeák község önkormányzata polgármesteri találkozóra invitálta a Csongrád megye 4-es számú választókerületéhez tartozó települések vezetőit. A rendhagyó eseményen a jelenlévők egy nyilatkozat aláírásával szentesítették elkötelezettségüket Lázár János a térség országgyűlési képviselője mellett. Ezt követően a miniszterelnökséget vezető miniszter köszönetet mondott a támogatásukért és az eddig végzett közös munkáért. Térségünk büszke lehet arra, hogy 2014 óta a magyar kormányban rendkívül erős miniszteri képviselettel rendelkezik. Közös érdekünk, hogy 2018. április 8-án megerősítsük szövetségünket, és támogassuk Lázár Jánost, hogy továbbra is településeink felvirágoztatásáért, családjaink biztonságáért, gyermekeink jövőjéért és boldogulásáért munkálkodjon tovább. Többek között így hangzott az a nyilatkozat, melyhez a környék 19 városa, falva, illetve községe közül 18 járult hozzá. A kezdeményezés Máté polgármestere, Borsos József, valamint Földeák vezetője Hajnal Gábor szorgalmazta az elmúlt évek tapasztalatai és eredményei alapján. Jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre a településeken, akár térségi szinten, akár település szinten. Mi azt gondoljuk, hogy az irányzat nagyon jó, nem értünk még végére a munkának, és vannak még céljaink minden egyes településre és minden egyes városnak természetesen, és reméljük, hogy a későbbiekben is ugyanilyen módon ezt a képviseletet megkapjuk. A találkozón városunk polgármestere Farkas Éva Erzsébet is jelen volt, aki beszédében hangsúlyozta, hogy Lázár János a térség országgyűlési képviselője egy nagyon erős szövetséget hozott létre ebben a választókerületben, mind a gazdasági, a polgári és az emberi értékeket egyaránt tekintve. Mindemellett hozzáfűzte, hogy nem kérdés számukra a miniszterelnökséget vezető miniszter támogatása, hiszen a környékre az elmúlt időszakban több 100 milliárd forint értékű fejlesztési forrás érkezett, ezáltal számos terv megvalósulhatott, közülük több Makón is. Város történelmi méltóságát kaptak vissza országgyűlési tevékenységének, képviselői tevékenységének köszönhetően. Gondolok itt a Csongrád-Csanád megye elnevezésével kapcsolatos kezdeményezésére, gondolva itt az országzászló újraállítására, vagy akár Návai Lajos szobrának újraállítására, és ami térségi szinten is kiemelkedő történelmi jelentőségű, hogy a makói levéltár városunkban továbbra is majd új helyszínen a térség közgyűjteményét szolgálhatja. Lázár János a Maros Lelén épült új könyvtár épületének átadó ünnepségén fejezte ki háláját a térségi települések vezetőinek elkötelezettségéért. Itt szeretném megköszönni a térség polgármester kollégáinak azt a kiállást, amiben engem részesítettek. Amikor én polgármester voltam, pontosan tudtam, hogy az országgyűlési munka is fontos a polgármesterség mellett, hiszen a kapcsolatrendszer, a szövetségkötési képesség az egy nagyon nagy dolog. A makói és a térségi roma önkormányzatok, a megyei Lungódrom képviselői, valamint egy roma vállalkozó szintén egy nyilatkozattal erősítették meg Apátfalván, hogy Lázár János mellett állnak a tavaszi választáson, ugyanis közbenjárásának köszönhetően többek között megvalósult a Nő az Esélyprogram, illetve több 100 000 roma kapott munkát. Lázár János országgyűlési képviselő értékelő kiadványt tárt a nyilvánosság elé, melyben az elmúlt évek makói eredményeiről, sikereiről és jelenleg is folyamatban lévő projektjeiről tájékoztatja a lakosságot. A füzet számszerűsítve számol be többek között a helyi kórház és iskola fejlesztésekre fordított keretösszegekről, a városba érkező támogatásokról, de a miniszter parlamentben tett indítványairól és felszólalásairól is tájékozódhat az olvasó.
Mint arról már beszámoltunk, Lázár János országgyűlési képviselő újraindul a Makó-Vásárhelyi választókerületben az április 8-ai választásokon. A miniszterelnökséget vezető miniszter képviselői beszámolójában arra törekszik, hogy Makóváros polgárai beláthassanak a település életének olyan részleteibe, amelyekről nem biztos, hogy máshonnan van lehetőségük értesülni. Az értékelő lapjain szembesülhet az olvasó azzal, hogy a kormány milyen hatékonyan szállt szembe az elmúlt 7 évben például a közbiztonság vagy a munkanélküliség jelentette problémakörrel. Az érdeklődők úgy országos, mint makóra levetített statisztikákat is olvashatnak, megtudhatják, hogy mennyiből újult meg a hagymaház impozáns épülete, vagy hogy hány milliárd forintot kap a marosparti település a hagymatikum bővítésének kivitelezésére. Emellett a kiadvány kitér a családok növekvő támogatására, az ingyenes gyermekétkeztetés pozitív tendenciáira. A vállalkozás fejlesztés területén is jelentős előrelépés tapasztalható, idáig 2,4 milliárd forint érkezett Makóra, amely összeget munkahelyteremtésre, azok bővítésére és megtartására fordítottak. A beszámoló külön foglalkozik a sportélet fejlesztésével is, említi többek között az Erdei János Városi Sportcsarnok 70 millió forintból megvalósult felújítását, vagy az újonnan építendő kézilabda csarnokot, amelyre 650 millió forintot különítettek el. A képviselő kiadványa végezetül Lázár János parlamentben betöltött szerepével foglalkozik, az ott tett felszólalásaiból és indítványaiból kiemeli a kötelező betelepítési kvóta elutasítását, de az M43-as autópálya befejezését és a 47-es számú főút felújítását is, mellyel a térség közlekedési összeköttetései sokkal modernebbé és gyorsabbá váltak. A miniszter kifejezte, számára a legfontosabb a választókerületében élők biztonsága és a térség gazdasági életének fellendítése. Erre eddig 230,7 milliárd forintot biztosítottak, illetve további 6,8 milliárd forint pályázati forrás vár még elbírálásra. Ma reggeltől már újra a Jussz Gyula utcai orvosi rendelőben fogadják a betegeket Újvároson. A mintegy 42 millió forintból teljes körűen felújított intézményt Farkas Éva Erzsébet polgármester és Kádár József önkormányzati képviselő is megtekintették. Már a kora reggeli órákban megtelt a váró az újvárosi orvosi rendelőben, ugyanis dr. Ábrám Erzsébet Judit, oktató házi orvos, 7:30 megkezdte az első rendelését a felújított intézményben. A betegek közül többen érdeklődve léptek be az ajtón és csodálták meg a mai kor elvárásainak megfelelő intézetet. Nagy Lajosné a szomszédos Sirkert utcából jött el. Mint stábunknak elmondta, nagyjából 40 éve jár ebbe a rendelőbe, nagyon várta már, hogy hosszú évtizedek után végre megújuljon az épület. Nagyon tetszik, nagyon tetszik, nagyon meg vagyunk elégedve, doktornővel is, nővérkével is, aranyosak, kedvesek, én csak jót tudok nyilván mondani. Külön tetszik az, hogy mindenkinek van külön WC, akik például akadálymentesek, kocsival, azok is hál' Istennek el tudnak menni. A földjüvet a karzaton van kapaszkodó, arra már nekem is szükségem van. Dr. Ábrám Erzsébet Judit ebben a körzetben 2100 lakos egészségére figyel, naponta 120 beteget lát el. Mint azt az oktató házi orvostól megtudtuk, a felújítás során a kivitelező megpróbálta személyre szabottan kialakítani a helyiségeket, így több kérésüknek is eleget tettek. Nagyon szerettünk volna nyilván egy elkülönült rendelési lehetőséget, klimatizált helyiséget, egy modern fűtés szerettünk volna, mert régen nagyon rossz volt a fűtésnek a minősége. Lett egy kis külön főzőkonyhánk, ahol tudunk picikét megpihenni, lett külön öltözőnk, ami eddig nem volt külön öltöző helyiségünk, tehát a számunkra is komfortosabb a munkavégzés. Az első rendelési napra a városrész képviselője is ellátogatott. Kádár József kiemelte, a rendelő több mint 40 éve épült, azóta állagmegóvásra sem igazán költöttek. Tulajdonképpen annyira lepusztult állapotban volt, hogy mindenféleképp szükségesnek láttuk Makóváros önkormányzata, hogy felújítsuk a rendelőt. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképp szükséges volt ez, mert a betegeknek a gyógyulása, illetve ellátása érdekében ez egy nagyon pozitív, jó dolog. Farkas Éva Erzsébet polgármester az intézmény bejárását követően kiemelte, az új városvezetés még 2014-ben tette arra ígéretet, hogy korszerűsíti a saját fenntartású körzeti orvosi rendelőit, ezáltal megfelelő körülményeket teremtve az egészségügyi alapellátások biztosítására. Az első intézkedések közé tartozott a Jussz Gyula utcai rendelőintézet felújításának megkezdése még a tavaly évben, melyet a Sapivi a BT végzett el. A teljes körű kivitelezés mind külső homlokzati, mind belső megújítás, gépészeti,
elektromos hálózat, illetve teljes építési jellegű felújítása megtörtént. Makóváros önkormányzat a saját költségéből bruttó 42 millió forintból valósította meg a beruházást. A városvezetés következő nagy projektje a Kálvin utcai rendelő újjáépítése lesz, melyre a 2018. évi költségvetésből 180 millió forintot különítettek el. Mint megtudtuk, ennek kapcsán január végéig elkészültek az engedélyes tervek, most a kiviteli tervezés szakaszában vannak, mely várhatóan március közepére zárulhat le, ezt követően indíthatják el a közbeszerzési eljárást. Arról pedig, hogy ezen időszakra az ott működő feladatellátást hova helyezik át, a hét folyamán születhet döntés. Rászoruló személyeket támogató operatív programot indította a magyar kormány az Európai Unióval közösen, melynek keretén belül adományosztásra került sor csütörtökön a Hunyadi utcában. A tartós élelmiszereken felül az újszülöttek gondozásához elengedhetetlen eszközöket is biztosítanak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád megyei kirendeltségének munkatársai. A 2017-ben indult projekt alapvető célja, hogy gyakori segítségnyújtás keretében adományokat juttassanak el a rászorulóknak. Kiemelten kezelik az olyan családokat, melyekben 0 és 3 év közötti gyermekeket nevelnek, és rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, vagy ahol várandós édesanyák is élnek a háztartásban. Az eseményen megjelent Cirbus Gábor alpolgármester és Kovács Sándor önkormányzati képviselő is. Előbbi elmondta, a program első szakaszában tartós élelmiszerhez van lehetőség hozzájutni, mint például liszt, kristály, cukor, étolaj és egyéb konzervek. Ezeket az adományokat 3 havonta vehetik át az arra jogosultak. A második körben az újszülöttek gondozásához szükséges alapvető cikkek találnak gazdára. Olyan csomag kerül kiosztásra számukra, amelyek a baba mindennapját, a nevelését könnyítik meg. Ilyenekre gondolok itt elsősorban, hogy digitális lázmérő, tisztítószerek, illetve a babának a tisztán tartásához használatos felszerelések. Ezt a csomagot egy évben egyszer igényelhetik. Erre a várandóság harmadik hónapjától azoknak a kedvezményezett járásokban élő kismamáknak van lehetőségük, akik aktív korúak ellátására jogosultak, vagy egyháztartásban élnek ilyen személlyel. A célcsoport országosan meghaladja a 20 000 főt. A projekt a tervek szerint 2023. december 31-ig, vagy a készletek kimerüléséig tart majd. Az adományosztások a Makóváros önkormányzata által biztosított Hunyadi utcai helyszínen kerülnek a jövőben is megrendezésre. Edzőmeccsekkel készül a márciusi rajtra az M-foci Kft. Az MB3-as csapat eddig kétszer lépett pályára, 2 győzelmet bezsebelve. Hétvégén a méhkerék együttesét fogadták az erdei Ferenc téri sportpályán. A folyamatos edzések mellett élesben is próbára teszik magukat a makói labdarúgók. Nemrégiben a romániai pályámossal csaptak össze, akiket 3-1-es arányban le is győztek. Most szombaton pedig a Békés megyei első osztálylista vezetőjét hívták ki egy meccsre. A mérkőzésen nagy iramú játékot láthattak a szurkolók. Az első félidőben a sárga-fehér mezesek alakítottak ki több helyzetet, azonban gólra egyet sem tudtak váltani. A maros mentiek mindvégig remekül védekeztek. Már-már úgy tűnt, hogy döntetlenül zárul le a kezdő játékrész, az utolsó hajrában Bánócki Dániel a védelmet és a kapust is kicselezve, az üres kapuba gurította be a meccslabdát. A második játék részben a méhkerék tovább küzdött, míg a helyiek kicsit visszahúzódva ellentámadásokkal próbálkoztak. Ennek meg is lett az eredménye, miután egy gyors labdaszerzésből Varga Rihárd a jobb szélről Szél Kristófnak passzolta be a labdát, aki a kapuba továbbította azt. Így a végeredmény M-foci Kft. Méhkerék SE 2-0. Méhes Tibor, a makóiak asszisztens edzője a találkozót követően nem csak fiait, de a sárga fehéreket is megdicsérte. Azt látom, hogy még nem vagyunk elég frissek a bajnoki nyitára, de hát a frissítés meg az édesítése a dolgoknak ezután történik, az külön öröm, hogy nem kaptunk gólt. Amit előre beszéltünk, igazából az a védekezésről szólt, és nagyon jól csinálták 70 percig a fiúk, tehát nagyon szépen mozogtak egybe. Hát most már majd az előfeljátékot kell elővennünk. Talán azt mondom, hogy nagyobb gólarányul is lehetett volna a győzelmünk, mindazt elismerve, hogy a méhkeréknek is volt helyzete. Továbbá azt is megtudtuk, hogy ezek a mérkőzések most nagyon számítanak a marospartiaknak, ugyanis jelentős változás történt a játékos keretben. 7 futballista távozott, és ugyanennyi érkezett az M-foci Kft-be.
Az MB3-as együttes a 15. helyről csupán 9 ponttal vág neki a tavaszi szezonnak. A legfontosabb célkitűzésük a bentmaradás, és hogy minél jobban összeálljon játékuk. Ennek érdekében további felkészülési mérkőzéseket játszanak. Szerdán 16 órától a keleti csoportban szereplő Füzes gyarmat érkezik a makói sportkomplexumba, míg szombaton 11 órai kezdettel az Ared együttesét fogadják a méhesi fiak. Végezetül egy felhívás. Ezen a héten is folytatódnak városunkban az önkormányzati képviselők által tartott lakossági fórumok. Február 20-án, azaz a keddi napon Toldi János várja a lakosok kérdéseit és hozzászólásait 17 órai kezdettel a vízmű pince helyiségében. Ezt követően február 21-én szerdán Marosvári Attila tart fórumot 17 órától a Pulitzer kollégium ebédlőjében. Majd február 22-én csütörtökön Gáspár Sándor a Galamb József mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskolában fogadja az észrevételeket, szintén 17 órától. Most pedig érkezzenek kiemelt híreink, még egyszer röviden. 18 térségi település polgármestere támogatja Lázár Jánost. Az elmúlt 4 év makói eredményei 19 oldalon. Megkezdték a rendelést a felújított újvárosi rendelőben. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk végén megmutatjuk a holnapi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 22 perckor a makói József Attila gimnázium gombavatóbáját láthatják. 18 óra 35 perctől Hírextra című hírháttérmagazinunkat tekinthetik meg. 18 óra 50 perckor a vállalkozók bájáról készült hosszabb összefoglalónkkal jelentkezünk, majd 19 óra 10 perces kezdettel Társalgó című színes kulturális magazinunkat tűztük műsorra. Kedves nézőink, ez volt a hétfő esti híradó, legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is, én már a búcsúzom Önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!